Egyre többen hiányolják Budapestről a karácsonyi hangulatot, főleg az Andrássy út nyújt sokak szerint lehangoló látványt, amelynek fényei alapvetően határozták meg az elmúlt években az adventi időszakot. Idén azonban a Karácsony Gergely vezette főváros úgy döntött, hogy spórolásra hivatkozva nem díszítik fel Budapest leghíresebb sugárútját, pedig Európa legtöbb nagyvárosában találtak megoldást a kivilágításra az energiaválságban is. Az M1-nek nyilatkozó elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy tanácsadókra most is van havi több 10 millió forintja Karácsony Gergelynek. Fényárban úszik Párizs, több ezer karácsonyi izzó világítja meg a híres sugárutat, a Champs-Élysées-t és környékét. Gyönyörű, csak karácsony van, kellenek a fények, már nagyon várom az ünnepet, mondta egy brit turista. Hasonlóan varázslatos látványt nyújt Berlin is, ünnepi díszben ragyognak a brandenburgi kapuhoz vezető fák. Színes égősor a levegőben, az épületeken és a köztéri szobrokon is. Igazi karácsonyi mesevilágot idéz Madrid, külön adventi városnéző buszokról is meg lehet csodálni. Kigyúltak a fények Rómában is, a díszkivilágítás felkapcsolására tömegek gyűltek össze az utcákon, a város karácsonyfájának világítását napelem táplálja. Az olaszországi Gubbióban pedig idén is látható a világ legnagyobb karácsonyfája. 750 méter magasan világít az Incsinó hegyoldalában. A legtöbb európai főváros az energiaválság ellenére is díszkivilágítást kapott. Ledes, napelemes izzókat szereltek fel, vagy rövidebb ideig, de világítanak az ünnepi fények. Turisták ezrei látogatják ilyenkor a legszebb helyeket. Budapest ehhez képest így fest. A magyar fővárosban nyoma sincs az ünnepi hangulatnak. Az Andrássy úton sehol egy fényfűzér vagy ünnepi dísz, csak a közvilágítás ad némi fényt Budapest leghíresebb sugárútján. Pedig a korábbi években még így nézett ki. Csodálatos látványt nyújtott. A fákat és a lámpaoszlopokat is minden évben kivilágították. Most ez azonban elmaradt. De még a fényvillamos sem indult el. Helyette fényfüggönyös közlekedik, és egy adventi szerelvény, amelyen csak a kapaszkodók és az ablakok kaptak némi girlanddíszítést. A Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzata nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva döntött úgy, hogy idén nem lesz ünnepi díszkivilágítás Budapesten. Ezzel a több mint 400 milliárdos költségvetésből mindössze 28 millió forintot spórolnak meg. Ez az összeg azonban kevesebb, mint amennyit egy hónapban költ tanácsadókra Karácsony Gergely. Már két éve arról írta a pestisrácok.hu, hogy a főpolgármesternek 40 tanácsadója van, akiknek havonta 30 millió forintot fizetnek. De ez az összeg azóta még tovább emelkedett. A Magyar Nemzet többször is nyújtott be közérdekű adatigénylést a fővárosnak. Ebből kiderült, hogy az elmúlt években 50, de volt olyan tanácsadó, akinek 100%-kal is nőtt a juttatása. Karácsony Gergely korábbi városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid havi 900 ezer forintot kapott. Az új városházi kommunikációs vezető, Simon András fizetése pedig havonta 1,3 millió felett van. Vagyis többet költ tanácsadókra a főváros, mint amennyit a karácsonyi díszkivilágításon megspórol. Karácsony Gergely nem tartja kellően fontosnak a karácsonyi ünnepeket. A főpolgármesternek fontosabbak a tanácsadói, mint a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe. Erről beszélt az Alapjogokért Központ elemzője az M1-nek. Szikra Levente hangsúlyozta, ha a baloldali városvezetés tovább folytatja ezt a politikát, akkor Budapest kiszorul az európai piacról, és egyre kevésbé lesz fontos turisztikai célpont. Karácsony Gergely nem igazán tudja priorizálni a kiadásokat, tehát a tanácsadókra van több 10 millió forintja havonta, de az ünnepi fényeknek, a város ünnepi díszkivilágításának a megfizetésére nincs, miközben egyébként a városnak a vonzerejét, turisztikai erejét, turisztikai bevételét is növelhetnék azok a kiadások, amelyek adott esetben ezekre a díszkivilágításokra mennének el. Karácsonyi fényekre nincs pénz, de a Lánchíd lámpái több mint egy héten át éjjel-nappal világítottak. Csak azután kapcsolták le, hogy több hírportál is megírta. A Magyar Nemzet számításai szerint a folyamatos működtetés nagyjából 1 millió forintba került naponta.